Sziasztok, Halász Alexandra vagyok, és a ma esti élő videós bejelentkezésnek a témája az, hogy hogyan tudjuk kezelni a negatív hatásokat, negatív embereket, vagyis a szellemi önvédelem. Azt hiszem, ez egy olyan téma, ami mindenki számára aktuális lehet, részben a közösségi médián, részben pedig személyes emberi kapcsolatainkban, mert az a kettő most már egyre inkább összefonódik, tehát nem lehet egymástól függetlenül kezelni. Aki olyan légkörben nőtt föl, nagyon szerencsés módon, hogy elfogadó, támogató, szeretetteli környezet vette körül, az felnőve, hogyha kap egy kritikát, valamilyen negatív visszajelzést, egy trollkodást akár, az lepereg róla, hiszen alapvetően ő azt éli meg, hogy ő szerethető. És az ő szerethetőségét bármiféle elhervasztó kritika, az nem csökkenti, nem rontja el. Viszont legtöbben nem vagyunk ilyen szerencsések, hogyha valakinek nem alakult ki ez a teljes elfogadottság kisgyerekkorában, és valljuk be, a legtöbbünknél nem így történt, ott sérült ez a bizonyos bizalom, önbizalom, saját magunkba, saját magunk szerethetőségébe vetett bizalom. És ilyenkor, hogyha a felnőtt korban jön egy kritika, egy beszólás, egy megkérdőjelezés, megkérdőjeleződés, egy elhervasztás, akkor azt nagyon könnyen magunkra vesszük, nagyon könnyen azt hihetjük, hogy a kritikusnak igaza van, hiszen köztudott, hogy például a tanárnak mindig igaza van, egy kisgyerekkel szemben nem nagyon lehet győzni. Bár ki tudja, lehet, hogy most már ez változik, és tudom, hogy vannak nagyon jó fej tanárok ma is, meg nagyon jó fej szülők, rengeteg mindenre lehet példát találni. Szóval, akinél a önmaga szerethetőségébe vetett hit egy picit nem annyira acélos, az sebezhető. És különösen a jó lelkű, érzékeny, kreatív, művész típusú emberek azok, az alkotó típusú emberek azok, akik hihetetlen mennyiségű kritikust és ilyen troll típusú embert tudnak szinte magukra rántani. Nagyon sok jó lelkű, csupaszív, nagyon-nagyon szerethető, ezoterikus beállítottságú, vagy egyáltalán lelki életet élő nő és férfi él egy bántalmazó kapcsolatban. És nem érti a külvilág, hogy miért. Valószínűleg azért, mert az ilyen jó lelkű emberek egyszerűen nem hiszik el, amit látnak. Nem hiszik el, hogy amit látnak, az igaz. Hogy a másik, az tényleg erőből szemét. Mert sajnos van ilyen, és nem védik meg magukat emiatt, hanem azt hiszik, hogy a saját jóságuk által majd a másik megjavul. Ez ugyanolyan elterjedt tévhit, mint hogy a szerelem mindent legyőz. Bár igaz lenne, de sajnos nem győz le mindent, bár egyébként egy klassz dolog, tehát tegyük meg mindent a dolog érdekében, de ne higgyük el, hogy a szerelemtől meg fog javulni a másik, vagy a gyerek születésétől majd rendbe fog jönni a kapcsolat, vagy majd ha én még jobb leszek, és még inkább a kedvenc ételét főzöm, és még jobb párja leszek, akkor majd hálából, majd ez egyszer csak rájön, hogy milyen szerencséje van, és majd viszonozni fogja. Ennek pici az esélye, sajnos. Úgyhogy inkább foglalkozunk egy picit a szellemi önvédelemmel, vagyis azzal, hogy hogyan tudjuk egyáltalán felismerni, hogy kik azok, akik nem jó szándékon vannak jelen az életünkben. Csináltam most is jegyzeteket, úgyhogy időnként így lesni fogok egy picit oldalvást. Kicsit nézzük meg a közösségi médiában előforduló néhány ilyen klasszikus típust. Kik azok, akik nem trollok? Tehát igazából nem annyira veszélyes kártevők, most így haladunk majd az enyhétől a súlyosabb fokozatig. Szóval vannak azok az emberek, akik szimplán csak idegesítőek. Mikről beszélek? Például a szereplési kényszeres és véleményezési viszketegségben szenvedő emberek, akiknek mindenre van véleményük, mindenhez oda kommentel valamit, mindenhol elmondja a tutit. Lehet sejteni, hogy valószínűleg ő neki nagyon nem számított a szava régen, és most éli ki magát. Régen az olvasói levelek írói voltak ilyenek, hát most a közösségi médiában kiélik magukat véleményezési viszketegség. Szerintem látjuk, ez nem troll, nem különösebben kártékony, max egy picit idegesítő, hogy állandóan mindenhez hozzászól, mindenhez egy pici véleménye van. Ez viszonylag egy ártalmatlan fajta. Aztán vannak a nyílt színi hiszti királynők, akik arra használják a közösségi médiát, hogy ilyen drámai sértődéseket produkáljanak. Ők azok, akik például úgy lépnek ki egy csoportból, hogy ezt bejelentik. Egy ilyen nagy, na puszcsi! Tehát nem azt, hogy szép csendben elsúnyog onnan, ahol semmi keresni valója, és nem érzi jól magát, nem, kell még egy ilyen drámai lelépő utolsó posztot kitenni, hogy akkor én most elbúcsúzom tőletek, mert nem vagytok méltók arra, hogy ennek a csoportnak a tagja legyek. És utána még egy darabig nem lép ki, hogy lássa a kiváltott hatást, az, hogy jaj, ne menj el, jaj, szeretünk. Nagyon idegesítő. Esetről, csak hiszt is. Aztán ki van még, aki ilyen? Hát vannak a móriczkák.
A Móricz Károly köztudott, hogy mindenről ugyanaz jut az eszébe. Van egy ilyen embertípus is, csak nem a szex jut az eszébe, hanem a Soros György. Magyarán tök mindegy, hogy mit posztolsz, mit írsz ki, tudd, hogy a Soros Györgyre fog asszociálni, és azt le is írja. Én ezen csak ámulok, hogy hogyan lehet tulajdonképpen nulla logikai lépésben eljutni idáig. Bámulatra méltó. Inkább a szex. Arra sokkal jobb asszociálni, mint bármiféle amerikai közszereplőkre. Szóval ez sem troll, ez sem veszélyes, csak szimplán idegesítő, mindazonáltal ezeket törlöm, mert nekem a politika semmilyen formában nem a műfajom. Aztán ki van még? Az ilyen vitatkozási görcsben szenvedő emberek, akik imádnak vitatkozni. Mindenbe beleköt az élőfába is. Igazából nem azért vitatkozik, mert bármi baja van a témával vagy veled, hanem ilyen adrenalin hiánya van, tehát unatkozik az Isten adta is, muszáj neki vitatkoznia, hogy az nem is úgy van, és az nem úgy van, és az miért így van. Ezt az interneten fiatal korúak fogják be a fülüket, úgy hívják, hogy pöcskardozás. Nem csak férfiak csinálják ezt nők is, tehát félreértés ne essék. A lényeg az, hogy így megy egy ilyen, kinek a nagyobb, kinek az ügyesebb, kinek az okosabb, kinek van igaza. Ez sem trollkodás, csak szimplán idegesítő. Ha valaki szereti, nyugodtan lehet tartogatni ilyen ismerősöket, nem feltétlenül kötelező, nem különösebben kártékony, de tudjuk jól, hogy bármelyik lakógyűlésen előfordulnak ugyanezek a személyek, mint amiket most itt felsoroltam az enyhén idegesítő közösségi médiatípusok között. Na de nézzük tovább. Van olyan, hogy valaki alkalmilag troll. Alapvetően a barátod, alapvetően jó szándékú, alapvetően nincs vele semmi baj, csak épp ebben a pillanatban rossz paszban van. Például dühös. Például szomorú. Például kétségbe esett. Például szerelmi csalódása van. És amikor meglátja, hogy te szívecskékkel kidíszítve kiposztoltad, hogy boldog kapcsolatban élsz, akkor muszáj lesz valami keserűt odaírnia. És ez nem azért van, mert neked rosszat akar, hanem mert neki pillanatnyilag rossz, és azt akarja, hogy megérts, hogy neki milyen rossz. Tehát ha valaki dühös, akkor szereti a többieket feldühíteni. Pont azért, hogy ne legyen egyedül ebben a rossz érzelemben. Ha valaki fél, akkor beparáztatja maga körül a többieket is, hogy ne legyen egyedül a félelmével. Ha valaki tehetetlen, akkor valószínűleg ki fog tenni egy csomó olyan hírt, ami arról szól, hogy hogyan tudunk tehetetlenek lenni, például a szemeteléssel szemben, vagy bármi más elfélével szemben. Hogy sokan legyünk együtt tehetetlenek. Ez egy közösségi, csapatépítő műfaj, csapatépítő félelem, csapatépítő harag. Ez sem igazán trollkodás, noha elég idegesítő tud lenni, és az vesse rád az első követ, aki nem csinált még ilyet. Hát az ember rossz paszban van, akkor nem mindig tud kedves, toleráns, biztató, bátorító lenni másokkal szemben. Azt hiszem, az irigység a legelterjedtebb emberi hibák egyike. Nem árt, hogyha te is elnéző vagy, hogyha egy ilyet tapasztalsz, mert nem biztos, hogy a másik gonosz vagy rossz indulatú, egyszerűen csak rossz paszban van, és egy pici megértéssel át lehet ezen juttatni. Ez onnan lehet felismerni, hogy privátban meg tudjátok beszélni, és akkor bocsánatot kér. És akkor világbéke. Nekem is volt ilyen, tehát, hogy beszólt valamit, privátsetet írtam, hogy szerintem ez így azért annyira nem volt jó. Jaj, bocsánat, 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 nem úgy gondoltam. És azóta is jobban vagyunk, nem kellett letiltani, és tök normálisan viselkedik. Volt egy rossz pillanata, ennyi az egész. Na de, ezek voltak az enyhébbi változatok. Na nézzük a kifejezett trollt. A kifejezett kártevőt. A troll az eredetileg a északi mitológiában egy ilyen erdőlakó, olyan Shrek-szerű lény. Itt ebben a szóhasználatban egy internetes kártevőt jelent, aminek, vagy akinek semmilyen más szándéka nincs, mint hogy fájdalmat okozzon. Sajnos vannak ilyen emberek. Fájdalmat akar okozni, szenvedést akar okozni, és ezt meg is teszi, és szerintem mindenki futott már bele troll támadásba, aki fönn van a Facebookon, vagy bármiféle közösségi média platformon. A troll támadásban az a borzasztóan rossz, főleg, hogyha több ilyen van, hogy nagyon be tudnak találni az ember szívébe. Főleg az, amelyik ilyen szociopata, tehát pontosan ráérez, hogy mi a te gyenge pontod, majd erről még beszélek, és tűpontosan abba tud beletenyerelni, rettenetesen tud fájni. Ez nem veszélytelen, főleg a kamaszokra, akik még érzékenyebb lelkűek, mint a felnőttek ebben az átmeneti időszakban. Tudjuk jól, hogy történtek már emiatt kamaszkori öngyilkosságok is, hogy valakit szó szerint halálba kergettek az interneten keresztül. Volt olyan ígéretes sportoló, aki felhagyott a sportkarrierjével, mert volt egy ellensége az interneten, egy ilyen arctalan genya, aki egyszerűen szétszadiszta, és fölhagyott a profi sporttal. Nagyon sok művész van, szerintem ilyet lehet, hogy te is ismersz, ha lehet, hogy te is ilyen vagy, aki alkotó tevékenységgel hagy fel, mert valaki beszólt. Hát, te se vagy egy Picasso, a te korodban ez hülyeség, miért művészkedsz, miért nem hagyod a profi művészeket érvényesülni? Pont ma találtam a Facebookon egy ilyet. Egyébként nagyon nagyra becsült művész ismerősöm, így beszólt, hogy hát ma már mindenki alkot, mert annyira ráér.
Hát a jó édes nénikédet, dehogy ér rá. Ez egy Magyarországon legalábbis nem a ráérésen múlik, hanem egy túlélési taktika. Ettől érezzük jól magunkat, hogy alkotunk. Az akkor van baj, ha nem alkotsz. És az alkotás az nem feltétlenül képzőművészet. Jó? Tehát nekem ma legalább hárman átküldtek privátban fotókat a kajájukról. Tehát ilyen kenyeret sütöttem, ilyen lett a sütém, így raktam rá a tejszínhabot. És ez mennyire jó már? Megossza velem valahol az ebédjét. Lehet, hogy csak képen, de akkor is milyen kedves. Szóval ez művészet, ez alkotás. És nem azért van, mert annyira ráér. Nem azért van, mert ez a léleknek egy táptalaja, alkotás. Főleg itt Magyarországon, mi nagyon kreatív nép vagyunk. Szóval ne hagyd, hogy beszóljanak, főleg, hogyha te egy alkotó vagy. Ha valaki beszól, vissza lehet kérdezni, hogy oké, akkor csinálj egy jobbat. Persze nem fog tudni. Ez a lényeg a trollkodásnak. Miért? Mit akar a troll? A hatása alá vonni. És mivel pozitív hatást nem tud kiváltani, mert egy tehetségtelen kis gyökér, ezért megpróbál negatív hatást kiváltani. Féljél, gyűlölködjél, érezd magad rosszul. Hatást akar kiváltani. Egész egyszerűen hatni akar rád. Ezért mondják azt, nagyon jó mondás, hogy don't feed the troll. Ne etesd a trollt. Vagyis ne állj le vele beszélgetni, vitatkozni, meggyőzni, érvelni. Ettől csak fegyvert adsz a kezébe, amitől egy vége láthatatlan komment folyam lesz, és a végén te pocsékul fogod magadat érezni. Az a helyzet, hogy nem érdemes leállni velük vitatkozni, mert körülbelül olyan, mint galambbal sakkozni, fölrúgja a bábukat, összeszarja a sakktáblát, és peckesen járkál föl alá. Nem érdemes velük leállni vitatkozni. Mindig, a trollkodásban mindig van rossz indulat. Tehát alapvetően ezt vedd észre, hogy soha nem jó indulatú. Tehát nem arról van szó, hogy pillanatnyi megingás éppen rossz paszban van, vagy éppen féltékeny, vagy irigy rád, vagy valamilyen nyígja van. Az illető nettó rossz indulatú. Aki alapvetően rossz indulatú, és tényleg pont az alkotó, művész, érzékeny, lelkiző emberek, azok ugye alapvetően jó indulatúak, nem hiszik el, hogy van olyan rossz indulat. Mert ők nem ilyenek. Nem hiszik el. És nem látják, hogy amit látnak, az igaz. Hogy ez a másik, az tényleg rossz indulatú, az ártani akar, fájdalmat akar okozni. Miért akar a troll fájdalmat okozni neked? Mert élvezi. Ez egy rohadt perverz dolog. Ez ugyanaz a perverzió, mint a középkori nyilvános kivégzéseknél, hogy valaki dobták a követ arra a szerencsétlenre, aki ott volt egy szörökhöz kötözve. Ez pontosan ugyanaz a lelkület, pontosan ugyanaz a lelkület, ami az 50-es években megírta a névtelen feljelentést az AVH-nak. Semmi más érdeke nem fűződött hozzá, a világon semmit, tehát nem kap érte pénzt, semmit, névtelen. Az, hogy te szenvedj. És ezt ő élvezi. Ez egy perverz állat. Egy valamit kell róla tudni, ne add meg neki azt az örömöt, hogy te szenvedsz. Ne élvezze azt, hogy te szenvedsz. Azonnal tiltani a büdös francba. Ne kapjon energiát. Ez az energia vámpíroknak a legdurvább fajtája. Mit akar még a trollkodó ember? Elnémítani. Beszól, megkritizál, bekártékonykodik, nem is azt támadja, amit csináltál, hanem téged, a te emberi értékeidet. Mit akar ezzel? Elnémítani. És ez nem kis kártétel, mert lehet, hogy van egy ilyen beszólás, aminek hatására te évekig nem csinálod azt a dolgot, amiben egyébként jó vagy. Tehát elnémított. Nem alkottál, nem írtad meg a verses kötetedet. Nem mentél el táncolni. Mondok erre is egy példát. Van egy barátnőm, nagyon-nagyon tisztelem, egy 70 pluszos hölgy. Pár évvel ezelőtt ült be a egyetemre, képzeljétek el, a testnevelési egyetemre, hogy megszerezzen egy diplomát sporttánc rekreációs oktató címén. Óriási dolog, hát kiül be ennyi idős korában az egyetem padjai. Óriási, én nagyon-nagyon tisztelem már ezért is. És igen, ő táncoktató, hozzá hasonló korú hölgyeket tanít táncolni. Őt magát 40-szer műtötték. Tehát nem akármilyen múltja van, többször kezdte nulláról az életét, és egy óriási szeretet és energia sugárzás és energia bomba az ő táncolása és az egész lény, amit képvisel. Szóval én végtelenül tisztelem. Ő is a kis csapatával föllépett az egyik nyáron a Szabadsághídon, ami akkor le volt zárva, és akkor ott nyilvánosan táncoltak. És akkor jött egy biciklis csávó, én ugye fotóztam a táncosokat, azért voltam ott, jött egy biciklis csávó, és beszólt egy ilyet, hogy némá sokvén kurva rázza a segét. Na ez volt az a pont, ahol a bennem élő sündisznó kimeresztette a tüskét, egy felszívtam magam, én ránéztem a biciklisre, és üldözőbe vettem. Azzal a szent meggyőződés, hogy elkapom, akkor lepofozom a bicikliéről. Én nem szoktam ilyet csinálni, de amikor a barátaimat bántják, valaki beszól egy ilyen durvát, akkor azért, na az anyád. Úgyhogy én embert még ilyen gyorsan elbiciklizni a helyszínről az életben nem láttam, tulajdonképpen elröhögtem a végén, mert ilyen nyolcasokat írt le ilyettébe szerencsétlen, nem találta a pedált, annyira ráhoztam a frászt. Szóval végül is komédiával fulladt a dolog,
De szóval ezt kell tudni a trollokról, hogy alapvetően egy gyáva szar. Elszalad. Begörényít és elszalad. Tehát nem kell tőle félni. Igazából ő fél tőled. Azért próbál bántani, gyengíteni téged, mert fél tőled. Na most őszintén szóval, fékezd az életedet, az energiádat valaki miatt, aki fél tőled. Nem ár, nem érdemes, nem ér annyit. Szóval kicsit nézzük tovább, hogy mit érdemes még tudni a trollokról, mit csinálnak még. Energiára hajtanak, figyelmet akarnak. Ez egy energiavámpirizmus, mert minél provokatívabban kezd az illető ott akciózni, ugye annál több figyelmet kap, tehát egyszerűen ne add meg neki ezt a figyelmet. Na most trollból is alapvetően van a profi és az amatőr. Az amatőr trollt onnan lehet fölismerni, hogy rögtön látszik rajta, hogy hülye és gonosz. De rögtön beszól, tehát nem alapozza meg a munkáját, hanem rögtön betámad, belép egy csoportba, most pont volt egy ilyen mai történet, egy ismerősöm csoportjába, tegnap előtt belépett, már mindenkit feljelentett mindenhol. Érthetetlen, hogy miért. Szúnyogokkal kapcsolatos poszt kapcsán elkezdett ilyen jelentkezéseket írni az illető, mindössze 2 nap tagság után. Tehát nyilvánvaló, hogy nettó hülye az Isten adta, ez egy kapásból kiderült. Na most ez az amatőr troll. Az amatőr trollnak nagyon gyakran kamuprofilja van, nyilvánvalóan rögtön látszik, hogy nem igazi, mert mit tudom én, Britney Spears néven szerepel, vagy esetleg egy lepke van a profilképén, vagy mit tudom én, szóval rögtön látszik, hogy kamu az illető, pontosan tudja, hogy megérett egy valakba rúgásra, amennyi esetbe tetten érik, ezért aztán ilyen áll profilokkal jelentkezik. Ilyeneket ne nagyon vegyetek föl ismerősnek. Illetve nyilván vannak munkahelyek, ahol nem nagyon szeretik a közösségi médiát, ott érthető, hogy az ember álnéven van fönn, de ezt mindig azért privátban leszokták meccseni, hogy szia, én vagyok a Szilaj Bimbó, és akkor tudjuk, hogy oké, te vagy az, és akkor te bejöhetsz. Na szóval ez az amatőr verzió. Na van ám a profi. A profi az nem általja a kamu profiát igényesen fölépíteni. Tehát teljesen igazinak tűnik, teljesen hihetőnek tűnik, ezért gyanútlanul bekerül mindenféle csoportba. Eleinte kedves és szociábilis, kérdez, ilyen kis alárendelődő, aranyos cuki. És ilyen finoman apránként elkezdi összeugrasztani a tagokat. Elkezdi ilyen privát cseteket írogatni, hogy te képzeld, mit csinált az admin, letiltott azt a... Fú, te is úgy... Ha! Tehát elkezd a háttérből ilyen úgynevezett szarkeverést csinálni. Egy munkahelyen ugyanez. Szerintetek? Egy jól működő, sikeres, profitábilis cég tönkre meneteléhez hány darab szarkeverő kell? Helyes válasz? 1. Pontosan elég. Egy közösségi média csoportban onnan lehet tudni, hogy szarkeverő van a csapatban, elnézést a kifejezésre, de ezt nevén kell nevezni, hogy megkeseredik a légkör. Tehát elkezd az ilyen nem jó íze lenni az egész történésnek, és a legértékesebb csoporttagok, akik a legnormálisabbak, azok így elkezdenek így kilépni, és ott marad az acc az alján, és én most már így, amióta fönn vagyok akár a Facebookon, a szakmai csoportok sokasságát láttam emiatt tönkre menni, hogy bekerült egy ilyen figura, és totálisan lerohasztotta a csoportot. Megint csak kérdés, hogy miért csinálja ezt? Mert élvezi. Mint a Jágó, ugye Otello és Desdemona között. Ugye elérte, hogy Otello megölje Desdemonát. Ez borzasztó. Tehát nagyon nagy kárt tudnak okozni. Ha nem közösségi média, hanem az ismeretségi köröd, és bekerül egy ilyen, akkor onnan lehet tudni, hogy a család elkezdi magát rosszul érezni, a munkahely elkezdi magát rosszul érezni. Ez a tök jól megvoltunk, milyen jó kis csapat voltunk mi együtt, mi történt velünk, mitől őrültünk meg, jaj, felvettünk egy új takarítónőt. Aha! És ahogy járkál irodáról irodáról kis porrondjával, hogy mindenhol elhinti a kételyt, a bizalmatlanságot, a pletykát. Ilyenkor, hogyha az ember visszaköveti a pletykának a forrását, akkor általában kiszokott derülni, hogy kitől ered. Például egy sportegyesületnél figyeltem meg a múltkor, hogy ott is bekerült egy ilyen figura a rendszerbe, és villámgyorsan összesikerült ugrasztania ennek az egyesületnek a vezetőségét. És ott az derült ki, szerencsére ezek amúgy jó barátok voltak, és beszélgettek. És te, képzeld, én azt hallottam, és kitől hallottad? XY mondta. Fú, képzeld, az XY nekem is mondta. És így sikerült az XY-t azonosítani, hogy ő az. Kirakták, szerencsére nem volt egyszerű, mert tényleg egy veszélyes figura. Kirakták, és azóta megint működik, és érdekes módon nincs botrány, és teljesen jól működik ez a sportcsapat. Szóval vannak ilyen emberek, borzasztó kártékony tud lenni, mert nem bukik le rögtön ez a profi troll, ez a profi bajkeverő. Mit lehet tenni, és ez a lényegi dolog, mit lehet tenni akkor, hogyha fennáll a veszélye, hogy ilyen emberek vannak körülötted, akár élőben, akár a közösségi térben, ahol konkrétan bárki van, mint a búcsúban. Első lépés.
Vedd észre a rossz indulatot. Ha te egy kedves, csupaszi, jóindulatú ember vagy, akkor ezt nehezen veszed észre, mert nem hiszed el. Hidd el, jól látod. Tényleg olyan. Szóval vedd észre a rossz indulatot, és ne legyél vele toleráns. Rossz indulattal ne legyél toleráns. Hülyeséggel lehetsz toleráns, azzal lehet. De a rossz indulattal az a zéró tolerancia. Tehát ha valakiből látod, hogy erőből szemét, azt ne gyűjtögesd, ne akard meggyőzni, megtéríteni, megjavítani, átnevelni, felvilágosítani, ne adj neki kölcsön ezoterikus könyveket, ne próbáld meggyőzni a pozitív gondolkodásra, ne fizess be tanfolyamokra, amitől majd ő megvilágosodik. Nincs értelme, rengeteg energiát bele fogsz tolni, és a rossz indulatú ember nem fog tőle jó indulatúvá átváltozni. Az ő személyes megváltása lehet, hogyha megváltozik, mert láttunk már ilyet, de nem a te dolgod őt megváltani, ez egészen bizonyos. Szóval vedd észre, hogyha valaki veled rossz indulatú, és ezzel ne legyél toleráns. Jó? Ez nagyon fontos. Túl toleránsak vagyunk, és ezért el tudnak tenyészni. Másik alapvető, hogy figyeld meg, ha valaki beszól, ki mondja. Tehát ki az, aki beszól. Azoknak a véleménye fontos, akik már letettek valamit az asztalodra. Tehát családtag, ügyfél, megrendelő, aki már vásárolt tőled, barátod, aki már segített neked, információval, vagy bármi mással, aki már letett valamit az asztalodra, tehát tudod, hogy a te jóléted az neki fontos, és ő mond valamit, ami esetleg kritikának tűnik, azt fogadd el, mert lehet, hogy igaza van. Nem mindenki troll, aki beszól. Lehet, hogy egy teljesen normális kritikát fogalmaz meg. És lehet, hogy abban a kritikában valami nagyon hasznos információ el van rejtve. Például elég sokszor megkapom azt az időzélben kritikát, hogy régiek a videók fönt a YouTube-on. Mármint az enyémek. Ennek megvan a magyarázata, tényleg régiek, de ez nem egy beszólás, ez arról szól, hogy csináljak újakat. Például ez a mostani is ilyen. Szóval ilyenkor a kritikába bele csomagolva egy igény van, egy valami üzenet, hogy figyelj, ez valami fontos dolog lenne, és köszönjük szépen így előre is. Tehát ez egy olyan jópofa dolog, kereskedelemben is, hogyha valaki a reklamációt jól tudja kezelni, akkor azzal fel lehet futtatni egy üzletet. Nem kevés példát látunk erre, hogy egy jól kezelt kritikából, egy jól kezelt akár beszólásból nagyon-nagyon értékes dolgokat ki lehet hozni. Tehát ez se trollkodás. Na szóval, mit tudsz még tenni az illetővel kapcsolatban, azon kívül, hogy észreveszed a rossz indulatát, amennyiben tényleg az. Szóval vedd észre, hogy ki mondja, mert nem mindegy, hogy a tömegből beszólt valami ismeretlen, vagy tényleg egy olyan szeméről van szó, aki fontos az életedben, mert a javadat akarja. Nem mindegy, hogy kire vagy mire figyelsz. Annak idején online marketingből tanultunk egy statisztikát, ez így szólt, hogy 100 követőből, mondjuk Facebook, ez Facebookról szól, Facebookos követőből körülbelül 15-20 az, aki egyszerűen nem érti, hogy mit csinálsz. Úgy van, meg követi, de nem érti, hogy igazából mi a fenét csinálsz, mi a te küldetésed, miért vagy te ott, és ők így értetlenkednek időnként, ez sem trollkodás, ezért kell egy csomó magyarázó videót, szöveget, mindenféle anyagot föltenni, hogy az illető értse, hogy miért van ott. Van körülbelül 70-80%, aki ilyen csendes tömeg. Nem szabad lebecsülni az erejét. Szokott jönni egy ilyen panasz, hogy fú, a mi Facebook csoportunkban 5000-en vannak, és miért mindig csak 200 ember posztol meg, szól hozzá, hol a többi? Hát ez a bizonyos csendes tömeg, de ők is ott vannak, ők is követik, de nem szabad ezt lebecsülni, és ők is a pártodon állnak. És akkor van 1-2% troll. Tehát ez a negatív, rossz akaratú ember, akiket nem árt időben kiszűrni. Na de hogy lehet kiszűrni? Az egyik nagyon jó módszer, hogyha van egy kiterjedt rajongótáborod, tehát magyarul sok barátod van, és ezek közt akad egy-két ilyen pitbull típusú, ez nagyon-nagyon hasznos. Ugyanis, hogyha a troll jön és beszól, akkor jön a rajongótáborod, és szétkapja az illetőt, mielőtt te egyáltalán bekapcsolnád a gépet. Volt egy ilyenem tavaly, vagy tavaly előtt élen lehetett. Én nagyon szeretek rajzolni, és ilyen sportrajzaim vannak, ilyen futós rajzaim, úgy hívják a figurát, hogy pici poci, ez nyilván én vagyok, és a különböző futóversenyes, meg edzéses élményeimet szoktam lerajzolni, ilyen karikatúrás képregényes formában, pici pocit nagyon szeretik, pici pocinak komoly rajongótábora van, tehát bizonyos fogjuk, hogy abból is én folyok, szóval pici poci is én vagyok, hogyha valaki bármilyen sportközvetítésen a futók közt meglátna egy ilyen csigacsába szaladó emberkét ott a mezőny végén, az általában én szoktam lenni. Na, a lényeg az, hogy ezen a bizonyos karácsony előtt időszakban valaki előállt azzal, hogy a pici-poci rajzokat, amiből körülbelül most már 300 van, hogy azokat ő csinálta. Az, hogy lopkodják a rajzaimat, az ákson. Most már ugyan vízjelezve vannak, de ezek különösebben nem akadok ki. De amikor valaki előáll azzal, hogy ezeket ő rajzolta, na most a lényeg az, hogy mire én ezt egyáltalán megtudtam, hogy van egy ilyen szellemi tolvaj, addigra a rajongó táborom olyan szinten szétkapta az illetőt,
hogy gyakorlatilag az internetről elmenekült, nem hogy a Facebookról. Tehát én már csak a sztori hírét hallottam meg, nekem magamnak az illetővel nem is kellett konfrontálnom, még csak nem is kellett találkoznom. Tehát jó, hogyha sok a barátod és a szövetségesed. Az egy háborúba sem egy hátrány, az embernek sok barátja és védelmező, határozott társa van, kicsit olyan, mint nekem a idős táncos barátnőmnél a biciklis beszóló csávóval szemben. Szóval nem árt, hogyha van egy-két ember, akinek te vagy annyira fontos, hogy kardot ragadjon, és kiálljon érted. Ez nagyon jó. És az is egy hihetetlen jó dolog, hogyha te ugyanígy ki tudsz állni másokért. Az ember saját magát nehezen védi meg, főleg a már említett érzékeny, jószívű, jószándékú emberek, azok önvédelemből nem szoktak jók lenni, de mást általában nagyon jól meg tudunk védeni. Tehát ha azt látod, hogy egy barátnődnek itt beszólnak, akkor nyugodtan harad le az illető fejét. Tényleg. Most komolyan mondom, fogjunk össze. Tehát erről szólna ez az egész közösségiség, hogy megvédjük egymást. Nem pedig ilyen martalékok leszünk. Mi segít még? Ilyen trollhárító tippek. Gondolj bele, az édenkertben volt 99% édenkert, és volt 1% kígyó. És Ádám és Éva kire figyelt? Az 1% kígyóra. És mi lett belőle? Hát nagy baj volt belőle, mint azt tudjuk, kiüzetés a paradicsomból, stb. Szóval, ugye az 1-2% troll. Tehát magyarán csinálsz valamit, teljesen mindegy, nem csak internet, bárhol csinálsz valamit. Jön egy kretén, és beszól, akkor tud, hogy ő az 1% kígyó. Ő a kísértés, aki el akar téged téríteni attól a tevékenységtől, amit egyébként csinálsz. Ne hagyd magad. Tehát ne a 1% kígyóra figyelj, arra, aki azt akarja, hogy ezt a dolgot ne csináld. Amit egyébként tudod, hogy tök jól csinálsz. Másrészt. Tudd, hogy hiába a szíved legnagyobb szeretetével, a legnagyobb profizmussal csinálsz valamit, lesz, aki beszól. Irigységből. Ez egyszerűen, vedd úgy, hogy természeti törvény, semmiképp se vedd magadra. Ebbe fognak szólni, mert irigyek. Sajnos van ilyen. Ne vedd magadra, azt mondják, hogy amíg nincs elég sok irigyed, addig még fejlődnöd kell. Tehát addig még van mit jobban csinálni. Ha már rengeteg irigyed van, akkor már elértél valamit. Szóval lehet, hogy egy pozitív visszajelzés, hogyha jönnek a beszólogatók. Tudd, hogy akármilyen fedhetetlen az életed, lesz, akinek nem fog tetszeni. Egyedül élsz? Akkor te karrierszingli vagy. És az ilyenek miatt fogy a magyar. Van udvarlód? Na és mikor házasodtok össze? Vagy csak raboljátok egymás idejét? Mondjuk összeházasodtok. Rögtön jön valaki. És gyerek mikor lesz? Ne húzzátok el nagyon az időt. Megszületik a gyerek? Megjön valaki. Hát mi az, hogy csak egy gyerek? Mikor jön a következő? Hát egy gyerek nem gyerek. Tegyük föl, megvan a két, vagy akár több gyerek. És megjön valaki, és azt mondja, hogy mi több gyereket vállalni ebben a gazdasági helyzetben? Milyen felelőtlenek vagytok? Szóval látjátok? Nem lehet olyat csinálni, mindenkinek a kedvére legyen. Lehetetlen, ne is akard, esélyed nincs rá. A lényeg, hogy te tud innen belülről, hogy jól csinálod. Nagyon fontos. Te innen belülről kövesd a saját csillagodat, és ne az ilyen akárki Jóska Pista elvárásainak próbálj megfelelni, akiket nem is úgy hívnak, ahogy, meg nem is úgy néznek ki, ahogy, meg egyébként nincsenek is, mert egy nyomorult kamu profil az egész. Szóval ne dőlj be az 1% kígyónak, akárminek is átszázza magát, te figyelj a 99% édenkertre. Ne hagyd, hogy az életedet megkeserítsék ezek a beszólogató, kritikus emberek. Mit lehet még csinálni? Jaj, nagyon fontos. Ne a neten éld az életedet. Jó? Ez most, hogy karanténban van a félvilág, na különösen nehéz betartani, de az igazi élő emberi kapcsolatok, azok védőhálót képeznek a világ hülyeségei ellen. Tehát legyenek élő barátaid. Jó? A fiatalok azért is vannak ilyen kiszolgáltatott helyzetben trollilag, mert nagyon a neten élnek, és kevés az offline kapcsolatuk. De neked legyenek barátaid, élő barátaid, akikről tudod, hogy lehet, hogy hülye, de cuki, és szeretem, és szeret engem, és közösek a céljaink, és jól megvagyunk együtt. Tehát legyenek élő barátaid, mert akkor nem fogod annyira lelkedre venni mindenféle vadidegen beszólogatását. Az internetről egy dolgot kell tudni, hogy egy hatás többszöröző eszköz. Egy szerszám, semmi több. Nem kell érzelmileg azonosulni, meg ráfüggni semmilyen szinten. Sem magára a netre, sem az ott jövő mindenféle ömlesztett reakciókra. Mondom ezt én, aki egyébként nagyon be tudok bántódni egy-egy ilyenen, de azért dolgozom rajta, hogy ez egyre kevésbé legyen. Mit lehet még tenni a trollokkal szemben, illetve a kritikusokkal szemben? Az, aki beléd köt, az arról tudnod kell, hogy téged nem is ismer. Ha honnan ismerne? Maximum néhány képet lát rólad a Facebookon vagy a YouTube-on. Tehát nem is ismer téged. Nem is veled van baja innentől kezdve. Kivel van baja? Ha saját magával. Szóval, amivel valaki megpróbál téged megbántani, az őróla szól.
Amin viszont te megbántódsz, az rólad. Mert amint téged be lehet bántani, az egy gyenge pontod. Ezért a trollok még akár ilyen önismereti szerepet is betölthetnek, hogy mi az a pont, amin én sebezhető vagyok? Hol lehet engem megbántani? És akkor azon érdemes dolgozni, hogy és ez meg honnan a fenéből jön. Tehát miért képzelem én, hogy nem vagyok szerethető, hogyha mit tudom, hogy kizárólag elmosódott madárfotókat tudok készíteni, vagy tudom is én milyen bűnöm van. Tehát miből gondolom, hogy akkor nekem már nincs helyem ezen a bolygón, hogyha én minden pitét oda égetek. Vagy mit tudom én, bepisílt a macskám, vagy szóval valami hasonló szörnyűség történt. Szóval ne hidd el, hogy nem vagy szerethető. Azért, mert valaki beszól, tudod, miért szól be, mert azt hiszi, hogy ő nem szerethető, és fél tőled, és le akar nyomni. Akkor valaki le akar nyomni, az mindig azért van, mert ő erősebb akar lenni, és azt akarja, hogy te gyengébb legyél. De ő azért akarja ezt, mert azt hiszi, hogy ő gyengébb, és félni valója van tőle, de közben meg nincsen. Tehát van egy ilyen önismereti szerepe is, meg van még egy nagyon jó szerepe, az, hogy mennyire jó, hogyha neten már hamar kiderül ki a hülye. És nem élőben. Ez annyira jó. Most gondolj bele, nekem is volt már ilyen, már kezdtük a rendezvút megszervezni, amikor egyszer csak valamitől kiakadt az agya az illetőnek, és elkezdett engem mindennek elmondani. Hú, de jó. Isten vezette a kezemet akkor, de tényleg, de jó, hogy nem személyesen derült ki, hogy ez egy közveszélyes elmebeteg. Komolyan, annyira jó. Interneten saját magát kiszűrte. Hű. Ügyfél, kekeckedik. Belőle úgyse lesz jó ügyfél. Tehát már a neten kekeckedik, abból soha nem lesz egy jó, megbízhatóan fizető ügyfél, kliens, üzleti partner, tehát bárki, aki veled együtt akarna működni. Önmagukat szűrik ki. Aki már a videóidon fennakad, abból sose lesz jó vevő. Úgyhogy ez egy nagyon jó szűrő, hogy hozzád már normálisan jusson el. Éppen ezért ne félj őket letiltani a büdös fenébe, semmi keresni valója, hogy ilyen embereket tartogassál az erőteredbe. Mit érdemes még tudni, nem tart most már sokáig, ez kb. Fél órásra terveztem ezt a bejelentkezést. Van egy olyan lehetőség is a troll kezelésre, ehhez sok energia és jól fejlett önbecsülés kell. Én ezt a T-Kasztor is lánynak az oldalán láttam, nem jut eszembe a neve, de szerintem a T-Kasztori blogot meg a filmet lehet, hogy többen láttátok. Na, önnek is beszólt valaki, elég durván, és a fiatal csaj ez így kezelte, hogy jaj, de aranyos vagy, mondjál még ilyeneket, léci, és még így bíztatta a trollt, hogy még szemétkedj egy kicsit, kérlek, hát úgy imádom, ha ütnek. Na, egyszerűen lefagyott a csávó ezen, hogy hát ez, bántani akarom, és nem bántódik. Hát ez kiakasztó. Szóval zseniális egyébként, szerintem még mindig fönn van a neten ez az egész komment folyam, imádom, nagyon-nagyon aranyos. Ehhez tényleg az kell, hogy ütésálló legyél. Múltkor valaki nekem próbált beszólni, mondtam, hogy figyelj, még 5 percet van a sértegetésre, úgyhogy bontakozz ki, kérlek, igyekezz, mert ketyeg az óra, jó? Tehát még 5 percet van, nagyon jó. Itt 4 perc csönd lett, mert lefagyott, mármint az illető. Mondtam, hogy figyelj, már csak 60 másodperc, húzál bele, utána tiltalak, tehát még most sérteges, amennyit bírsz, jó? Tehát léci. Hát, nem tudott mit kezdeni ezzel, a lényeg, hogy a te kezedben legyen az irányítás. Te diktáld a feltételeket. Saját oldaladon, saját komment folyamodban te vagy a főnök, jó? Tehát te diktálod a feltételeket. Nem kell cukiskodni azokkal, akik veled nem jó fejek. Jó? Percig se. Ne legyél jó fej azokkal, akik veled nem jó fejek. Alap spirituális tanítás. Van erről egy indiai mese, nagyon szeretem. Ez így szól. A asszony elmegy az asramba, és mondja, hogy mester, én annyira szeretem a te tanításaidat. Jövök minden nap, hogy meghallgassam isteni bölcsességedet. De mindig a szeretetről, az egységről, az együttérzésről beszélsz. Ez annyira jó. De tudod, reggelente, hogy jövök, át kell mennem a piacon. És ott van egy fickó, minden alkalommal belém köt. Beszól, megcsípi a fenekemet, kellemetlenkedik. Én borzasztó szívesen fejbevágnám az esernyőmmel. De mester, te azt tanítod, hogy legyünk erőszakmentesek, és legyen a szívünkben szeretet. De én ettől most már síkideg vagyok. Adj tanácsot, mester, mit tegyek? És a mester ezt mondja. Leányom, ha legközelebb jössz, és jön ez a fickó, és megint elkezd ott kellemetlenkedni neked, akkor állj meg egy pillanatra, és engedd, hogy az isteni derű betöltse a lényedet. Teremts békét a szívedben, érezd, hogy az isteni kegyelem átjárja minden sejtedet, és amikor teljesen békés lelkű és szeretetteli vagy, akkor fogd meg az esernyődet, és jól vágd fejbe. Tehát az, hogy együttérzőek vagyunk, az nem jelenti azt, hogy hagyjuk a rohadékot dagonyázni az életünkbe, és szöges bakancsal beletaposni az értékeinkbe, jó? Tehát ez nem azt jelenti, ez nagyon sokan visszaélnek, és tényleg szöges bakancsal taposnak bele a jó lelkű emberek életébe. Ne hagyd magad, jogod van az értékeidet megvédeni. Jogod van saját magadat megvédeni,
Ha magadat nem megy, akkor a barátaidat védd meg, és beszéld meg a barátaiddal, hogy ők meg vele, ők meg téged, és akkor így összedolgoztok. És mire bekapcsolod a gépedet, már nyoma sincs egy trollnak sem, mert mindegyiket kinyírták, mármint a barátaid. És ez egyébként egy isteni jó dolog, én ezt nagyon-nagyon szeretem. Egy biztos, ne akadj bele érzelmileg, és ne hagyd, hogy egy picit is megállítson, egy picit is lefékezzen az ilyesmi. Jó? Nagyon-nagyon fontos. És végül az utolsó tanácsom, és tényleg nem kell semmit elfogadni ebből, amit mondok. Jön egy kritika, akár élőben, akár neten, akár bárhol. Első lépés, mindig saját magad mellé állj. Jó? Tehát ne kezdj el azon gondolkodni, hogy a téged megtámadó embernek hogy van igaza. Jó? Tehát saját magad mellé állj, és ne az ellenség mellé. Ez eléggé alapvető. Nagyon sokan csináljuk ezt, hogy jön egy kritika, és akkor elkezdünk gondolkodni, hogy jaj, biztos igaza van, lehet, hogy én nem láttam meg valamit jól, fú, lehet, hogy tényleg nem kéne az én koromban már zumbát táncolni, hát, Nem. Tehát ne kezdj ilyen empatikus lenni, tehát a gonosznak a szemszögéből nézni a saját életedet, nem lesz jó vége. Tehát saját magad mellé állj, jó? Legyél a saját magad legjobb barátja, a saját magad legjobb szövetségese. Ez az önszeretetnek egy alapvető vizsgája, és ugye a legutóbbi ilyen videóban az önszeretet helyes módjáról beszéltem, de az egyik az ilyen, hogy aki szereti magát, az nem hagyja, hogy bántsák. Nem hagyja, hogy az értékeit elvegyék, nem hagyja, hogy a szívébe szöges bakancsal tapossanak vele. És ezt nem kell az önvédelmet dühből csinálni, percig se. Mosolygod erősen, mint az indiai mesében, hogy töltsön az isteni kegyelem, érezd át a szívedben a szeretetét és az együttérzést, küldjél neki áldást, hoponoponót, amit szeretnél, a téta hetedik síkjának együttérző és feltétel nélküli szeretet sugarait, küld neki, és utána kattints a tiltás gombra. Jogod van a jogos önvédelemhez, még a törvény szerint is. Van a szabadságnak és a szellemi szabadságnak néhány ismertető jele. Az egyik, hogy egy igazán szabad ember, az nem megy oda, hová nem akar menni, nincs olyan emberek társaságában, akiknek nem akar a társaságában lenni, és nem csinál olyasmit, amit ő nem akar csinálni. És ez egy negyediket is hozzávettem, ez így szól, hogy nem áll szóba azokkal, akikkel nem akar szóba állni. Nem kell mindenkivel szóba állni. Az utcán se áll szóba mindenkivel. Nem kell mindenkivel szóba állnod. Nem kell mindenkit megértened. Nem kell mindenkinek segítened. Az első, aki mellé áll, az a saját szíved és a saját értékeid. És a barátaid. Az összes többiek, azok lesznek szívesek kiérdemelni, hogy a barátjuként kezeld, és elég fontos legyen a véleményük ahhoz, hogy meghallgasd. Mindenféle ilyen kóbor, internetes energiavámpír meg troll, az nehogy már a te húsodat rágja. Szóval ne hagyd magad önszeretet az, hogy ezt nem hagyod. Fű, ez egy eléggé nehéz téma, és nagyon sok mindenről szerettem volna még beszélni, de úgy látom, hogy hát az idő az rohan. Úgyhogy ha van kérdésetek, azt nagyon örülök, hogyha megírjátok. És nagyon-nagyon köszönöm a figyelmeteket. Szóval bízzál magadba, hogyha valahol rossz indulatot érzékelsz, azt jól érzékeled. És ne legyél rá toleráns. Tehát ezt nem kell eltűrnöd, hogy... Tehát egy kertész is kigyomlálja a gazokat, jó? Tehát legyél jó kertész. Legyél jó kertésze a lelkednek. Tehát nemes növényeket növezd és öntözgesd. És az ilyen kártevő, rákcsáló gyom, azokat ki a kertedből, mert nem oda való. A lelked kertje is, hogy igazi virágos kert legyen, te vagy a kertész. Jó? Tehát ismerd fel a gyomot, és húzd ki. Nem kell vele leállni lelkizni. Don't feed the troll, ne etesd a trollt. Úgyhogy sziasztok, és köszönöm szépen a figyelmet.